Na, guruljunk! Jó reggelt! Ütött kopott kis híd ez, de jól néz ki, messziről. Na szóval, sikerült aludni, sikerült pihenni, és nagyon remélem, hogy marad az idő így, ugyanis azt mondták, hogy sütni fog a nap, felhő nem nagyon lesz, és nekem ugye arra kell mennem, északi irányba, a Transalpinára, vagy arra kell, hát arra szeretnék menni. Mert ugye nekem 2 évvel ezelőtt, amikor én ott voltam, kimaradt a lényeg. Úgyhogy most szeretném bepótolni. És itt a Zsővásárhelytől, ugye közel van az Alpina. Itt pedig most reggel 7 óra vagy 4-8, úgy kb. Kéne csinálni itt valami kis reggeli felvételt. Utána meg reggelizni 8 órától van, itt helyi idő szerint 8 órától van itt a reggeli. Na nézzük. Mire jutunk? Van itt ez a... Ja, aztán mondtam szerintem tegnap, hogy van itt egy kis félsziget. Megpróbálok valahova. Hát akár ide. Ugye keleti irány az arra van. De természetesen a felkelő napfénye, a rózsaújú hajnal, az ott is, ugye nyugati oldalon leteszi a nyomát, hiszen ugye átsüt arra a részre, és hogyha ott van felhő, meg megfelelő légkör, akkor látszódnak a felkelő napsugarai ott is. Na jó, szóval ennyit a környezetismeretről, és akkor nézzünk valami helyet. Hát volt már jobb reggeli timelapse-em is. Na mindegy, itt most ez jutott. Egyszerűen itt nem lehetett jobban helyezkedni. Ez van. Oh, lehet, ide kellett volna. Na, most már ez így alakult. Megnézem a reggelit, hát ha az jobb lesz. Nagyon jó volt a reggeli. Tálakból lehetett választani, tehát ilyen fixen összerakott tányérokból, tálakból lehetett választani. És én ezt választottam, ezt az omlettes virsis megoldást. Nagyon jó volt, hibátlan. Azt hiszem, hogy alapból 30 lejér adnak egy ilyen reggelit. Na, én meg itt állok a motor mellett, és éppen azt nézem, hogy hogyan néz ki. Nem tudom, miért van az, hogy amikor én eljövök Romániába Erdélyben motorozni, mindig így néz ki a gép. Na, mindegy. A lényeg a következő, most már pakolok és indulok. Viszont engem nagyon érdekel ez az északnak tartó Petrozsény felé vezető út, mert az is olyan kis kanyargósnak néz ki, de lehet, hogy arra fogok menni. És akkor megyek majd egy oda-vissza át a Transalpinán.
Petrozsényben vagyok. Ja, egyébként ezt a román 66-os számútat, ezt nagyon ajánlom mindenkinek. Hát ez baromi jó volt itt Petrozsény alatt délre, egy olyan 25 kilométernyire. Gyönyörű szép kanyargós, egy völgyben vezet végig, nagyon szép a látnivaló, és kiváló az útminőség. Nagyon jó volt rajta menni. Na szóval, mennék a Transalpinára, és a hét aladárjelű utat választottam innen Petrozsényból, és valamiért az Aygo nem akar arra vinni. Tegnap ennek oka volt, nem tudom most mi lesz. Na valahol megértem, hogy miért akart az Aygo minden áron másik úton vinni. Ez a hét aladár út, ami nyugati irányból megy keletre a 67C út kereszteződéséig. Az itt elég szar, hogy finoman fejezzem ki magam. Tehát ilyen luka, ilyen ekkorák. Azt nem értem, hogy ennek a hét aljelű útnak az a része, a keleti része, ami megy, azt nem tudom melyik városba, Pitesti felé, na az például egész normális. Nem ilyen szűk és sokkal jobb, hát sokkal jobb, idézőjelbe teszem a sokkal jobbat. De ez itt, hogy ez miért ilyen szar, átmentünk ilyen félig földútba. Pár kilométernyire lehetek az elágazástól. Azért hozzá kell tennem, hogy gyönyörű szép. Sikerült megállnom egy olyan helyen, ahol kicsit így lefele lejt. A másik oldalon meg pont rajta volt egy kövön a lábam, és így a motort leraktam ide. Ó, de szanyám! Hú, de szép! Na, szóval, sikerült leparkolni a Transalpinál is. Itt mi? Itt látszik egy kicsit itt. A röhely az, hogy a bukócsövön szinte alig. Hát komolyan mondom. Hát ember nem történik el se hiszen. Tök jó. Egy ilyen kis apró balfasságból. Hú, de kell figyelni. Igen, ezen az oldalon ott lehetett az a nagykő vagy valami, ami bekavart és szépen leparkoltam. Most nem jön senki. Fogom és visszarakom a motort.
kb. Ez volt a pozícióm. Szépen leparkoltam, mi? Yeah! Na, akkor most visszarakjuk. Szegény doboz, de bírja a strapát. Akkor most visszaállítjuk. A kedves tévénéző gyerekek kedvéért. Tehát az ekkora dögnagy motorokat csak úgy lehet visszarakni, hogy... Aha, na ez remélem egybe maradt. Szerintem ez nem feldőlt el. Szóval csak úgy lehet ezeket a nagy dögmotorokat fölállítani, hogy ugye ezzel megfújjuk a mi az? Gázmarkolatot, meg azt a kapaszkodót, és akkor guguló helyzetből, tehát nem derékból, hanem úgy lábból megfeszítjük karunkat, és akkor lábból kitámasztjuk és kitoljuk. Ez csak úgy lehet. Na, azt hiszem ezzel is megvolnék. No, és most az a helyzet, hogy ugye én elindultam a déli irányba, és Ránca településen már túl vagyok, és itt is jöttem egy pár kanyaron keresztül, ami még folytatódik arra délnek, viszont 3 óra van, és úgy döntöttem, hogy én innentől kezdve már vissza fogok menni, mert én tulajdonképpen Fássebes Gyulafehérvár körül akarok megszállni. Ugye ez azt jelenti, ez a 3 óra, hogy nagyjából még egy olyan, hát, 1-2 óra hossza van, amikor még a napfront van, és lehet felvételeket csinálni. Úgyhogy az lesz, hogy hátra, és ugyanezt visszafele.
és a szálláson. Úgy döntöttem, hogy Gyulafehérváron szállok meg, itt fogok megaludni, és innentől kezdve már indulok visszafele északnak. Azt még majd eldöntöm, hogy melyik útvonalon fogok hazamenni, lehet, hogy megnézek valami olyat, amit még nem láttam, és utána haza. Na szóval, valami Ave Alba nevű kis panzióba szálltam meg. Nagyon közel van a belvárosi részhez, ehhez a Citadella, vagy Vár, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, Gyulafehérváron, ahol én már voltam 2 éve. Úgyhogy itt, és megint az volt, hogy Bookingon kinéztem, idejöttem, bejelentkeztem, és ugyanazt az árat adták, mint amit a Bookingon, tehát egy centivel nem adtak kevesebbet. Na mindegy, ez van. Viszont nagyon szépen néz ki. Azt hiszem, hogy 9,8-as az értékelése a Bookingon is, tehát tényleg jó. Hát itt táncolni lehet. Indokolatlanul nagyméretű fürdőszoba. Most pedig a szokásos fürdés, öltözés irány, valami vacsorát nézni, aztán szétnézek is. Azért is akartam egyébként itt megaludni, mármint a Gyulafehérváron és annak is a központjában, mert van itt ez a vár, amit már 2 éve megnéztem, és nagyon szép, úgyhogy megnézzük naplementébe, hogy milyen lesz, és ennyi. A többiről majd már telihassa, mert az sokkal boldogabbá tesz. Na, most már tartok a vacsora helyszínre. Ott a nagy ellenség, az a árnyékos, vagy ott az a sötét étterem, a remény étterem. Senki nem menjen a remény étterembe, borzalmas rossz volt. Ha 2 év alatt ugrásszerű fejlődés ment végbe náluk, akkor azt mondom, oké, rendben van, de egyébként borzalmas volt. És sokat kellett várni a kajára, kihűlt volt a kaja, na szóval volt ott minden. Na most pedig már megyek a vár fele, mert ezen keresztül kell mennem a vacsora helyszínre. Egy olyan 10 perc séta körülbelül, és ott is tudok lenni. Jó. No, ez volt a helyi látványosság. Azt hiszem ott van az ott a vacsora helyszín, amit ajánlottak nekem a hotelben. Azt szeretem, már amikor 2 éve is itt voltam Gyulafehérvárban, hogy annyira hangulatos. Nagyon-nagyon tetszik ez a belvárosi része. És ez a... Majd tényleg megnézem, hogy ez pontosan micsoda. Ez a vár, ez a Fehérvár. Szóval be lehet látni itt elég sok részét a városnak. Még az se kizárt, hogy itt fogok csinálni valami esti timelapse-et. No, vacsora. És még egy kis összefoglaló mai napról, mert nagyon minden történt, hogy nekem is össze kell szednem a gondolataimat. De kezdődött az egész ott, hogy a 66-os úton én nekiindultam Zsírvásárhelytől Petrozsényig. Egyébként nagyon jó döntés volt, hogy Zsírvásárhelyen aludtam, mert nekem Petrozsény annyira nem jött be. Ez a Zsírvásárhely viszont egy nagyon szép kis városka. Szóval a 66-os út nagyon-nagyon-nagyon ajánlott mindenkinek, főleg a Petrozsénytől délre eső olyan 25-30 kilométer. Olyan vonalvezetése van, olyan kiváló útminőséggel, hogy egészen elképesztő, egy völgyben vezet végig egy kis folyó mellett. Nagyon tetszett. Petrozsénytől viszont indult ez a 7 aljelű út, ami kelet-nyugati irányba közlekedik, és ugye a Transalpina közepére valahova oda vezet be. És úgy hozta a térkép, mondjuk a Google Maps-nek a térképe, mint hogyha
egy normál út lett volna, de nem az volt. A Google Maps az már megint kap egy nagy körmöst, mert egyszerűen botrány volt az az út, ahogy az kinézett. A minősége, az eleje meg a vége az nagyjából úgy, ahogy elment, a vége az egészen kiváló volt, viszont a közepe az minősítetetlen. És nem is értem, hogy a francba mernek egyébként megadni ilyen útadatokat. Nem lehet egyébként így egyszerűen útvonalat és semmilyen túrát tervezni, hogy ez így működik. Úgy tűnik, hogy az iGo szoftver az többet tudott, mert ő nem akart arra vinni, ő mindenképpen kerülőt akart nekem beiktatni, de hát én meg nem akartam már kerülni. Na mindegy. Szóval egészen a Transalpina útig ez hát többnyire rossz volt, de onnantól kezdve meg keletre, amikor én még 2 éve mentem rajta, egészen elviselhető volt, tehát közel nem volt ilyen minőségű, mint most. Na mindegy, a Transalpina egyszerűen csodálatos volt, én ezen a részén még nem voltam, ugye amikor 2 éve itt voltam, akkor pont elkerültük ezt a részt, és nem is értem, de mindegy. A lényeg az az, hogy most végre sikerült kiváló időben, mármint időjárásban, illetőleg minimális forgalom mellett ezt megnézni. Úgy tűnik, hogy előszezonban vagy utószezonban kell ide jönni, mert a főszezonban biztos, hogy dugig lett volna, most viszont így remek volt. Nekem egyébként a Transalpina jobban tetszik, mint a Transfogaras. Szerintem sokkal jobban motorozható maga az út. A látvány az jó, a Transfogarasnál az egy monumentalitás, amit az ember lát, egy hatalmas hegyeket meg mindent, de igazából a Transalpinában is az a jó, hogy nem szűkölködik a látnivalóban, mert egy hegygerincen megy végig az ember, tehát jobbra-balra mindent lát, és kiváló az útminőség. Egyszer nekem nagyon-nagyon tetszett, nekem jobban tetszik, mint a Fogaras. Kész, ennyi. Hát igenis, el ne felejtsen még a Transalpinán lévő mutatványokat, amiket végrehajtottam, mert egyrészt sikerült a motort azt letenni. Az egyik parkolónál, az egyik félreállásnál olyan furán álltam meg a különböző köveken, hogy a motor egyből elkezdett dőlni, már pedig ezt Isten meg nem fogja, hogyha egyszer elindul. Ugye szépen óvatosan jobb oldalára leraktam, de hát a bukócső és a doboz az megtartott, tehát arra felfeküdt és kész, ennyi volt. Utána fölállítani nyilván nem volt egy nagy kunszt, és ennyi mehettem tovább, viszont a másik, ami meg sokkal érdekesebb volt, az, hogy elhagytam a motorkulcsot. Ez pedig úgy történt, hogy amikor az egyik kanyarnál megálltam, hogy visszasétáljak fotókat csinálni, akkor beraktam az órazsebembe, a farmer órazsebébe a kulcsot, és eddig még nem volt vele gond, de úgy tűnik, hogy ez nem az ő helye lesz, mert innen kiesett. Pedig a karabinére szoktam rátenni, ami az oldalamon fityeg, és ott az a biztos pont, de most nem oda raktam, mindegy, a lényeg az, hogy mire visszaértem a motorhoz, már nem volt rajtam. Már elkezdtem pánikba esni, és mindenféle B-C verziókba gondolkodni, hogy akkor kit fogok odariasztani, aki majd talán másnapra odaér a pótkulccsal, addig én meg valahol ott ráncán keresek magamnak egy szállást, ami nyilván lett is volna. De valahogy nem így akartam ezt az egész napot befejezni. Na mindegy, a lényeg az, hogy nyertem egy napot nagyot, nagy levegő, és visszaindultam a kulcsért, hogy megkeresem. Hála Istennek 5 métert kellett visszamennem, és ott volt az út mellett a kulcs, úgyhogy nagyon hálás vagyok ezért, hogy nem kell senkit sem riasztani otthonról a pótkulcs miatt. Na jó, szóval, mikor én már leérkeztem a Transalpináról, és annak egyébként még azt hozzáteszem, hogy az északi fele, tehát ami a 7 A-jelű út vágja ketté ezt a Transalpinát, és az északi része az a másik egyébként, amit az iGo szoftvere térképe az úgy jelzett, hogy onnan mindenképpen vissza kell fordulnom, tehát megint nem akart végigvinni ezen a 67 C-jelű úton, de nem értem, hogy miért nem akart végigvinni, ugyanis járható volt, az más kérdés, hogy voltak olyan szakaszok, amik akkora kátyúkkal voltak tarkítva, hogy én még olyat nem láttam. Láttam széttört felnyű autót az út szélén, amelyik valószínű belefutott egy ilyenbe, és kampó vége volt. Én is belementem egyébként a GS-sel egy-két ilyen kátyúba, viszont a GS az megserezdült, tehát dübbent egyet, és viharzott tovább, tehát hogy egyszerűen nem tudom, hogy ezt hogy csinálták meg ezt a motor, de ez keresztül megy mindenen. Én azt hittem, hogy széttörik a felni az a minimum, de legalább egy defektet kap az ember, de semmi, tehát úgy ment tovább rajta, mintha ott se lett volna. Jó, nyilván ezt nem annyira érdemes erőltetni, de fú, na mindegy, szóval megint azt hittem, hogy ott vége lesz ennek a túrának. Amikor én lejöttem a Transalpináról, akkor meg úgy döntöttem, mivel már késő volt, hogy Gyulafehérváron fogok szállást keresni,
mert nem akartam már más irányba elmenni, és nem is bántam meg, mert Gyulafehérvár az egyre inkább a kedvencem lesz. Itt ezek közül a városok közül, amik itt Romániában találhatóak, annyira hangulatos ez a kis belső történelmi negyede, ami nekem nagyon-nagyon tetszik. És ennek a szállásnak, itt a recepciós ajánlott nekem egy éttermet, ez a Pub 13 étterem, ami ennek az egész történelmi városrésznek a keleti kapujánál található. Ez egy ilyen középkori étterem jellegű valami, és itt hagyományos kaják, tehát helyi ételek is vannak, más jellegű ételek is vannak. Én amit választottam, az a töltött káposzta puliszkával. Kiváló volt egyébként, nekem nagyon ízlet, a töltött káposztát nyilván másképp csinálják, mint otthon nálunk, de egyébként teljesen megfelelt a célnak, ezzel a fura formájú korsós búzasörrel kísérve. Na, azt hiszem ennyi volt ez a nap, meg a hirtelen történések, amik itt lezajlottak benne. Most már viszont mindenképpen pihenő, és utána, hát ha reggel esetleg korán kelek, és ki tudok még menni csinálni valamilyen felvételt ennél a történelmi városrésznél, mert ez nekem nagyon-nagyon tetszik. Úgyhogy ennyi volt ez a nap, most pedig alvás, pihenés, jó éjszakát!